A fesztivál alatt az életemben a legnagyobb szerepet az önkéntesek töltik be, hiszen ők azok, akikkel folyamatosan tartom a kapcsolatot és irányítom az ő munkájukat, és emellett úgy érzem, hogy egy nagyon jó kis baráti kapcsolatot is tudok velük kialakítani, és ami fontos ehhez a munkához, és ami a legfontosabb számomra, hogy az elmúlt 10 év alatt egy igaz barátot is sikerült találnom közöttük. A mellettem látható ház volt a bázisa annak az 50 önkéntesnek, akik a Csángó Fesztivál szervezésében és lebonyolításában segítkeztek. Ők voltak azok, akik szórólapot osztottak, jegyeket árusítottak, vagy éppen tolmácsoltak, ha arra volt szükség. Jó szándékuk és önzetlen munkájuk minden évben elengedhetetlen ahhoz, hogy a szervezőknek sikerüljön a rendezvényt a lehető legmagasabb színvonalon tálalni. Egy Csángó Fesztivál szervezése rengeteg előkészületet és alapos átgondolást igényel. Az elméleti síkról indított tervezés hosszas munka után ölt alakot, melyben az önkénteseknek igen nagy szerepe van. Van, aki a kötelezően előírt 50 munkaóra miatt jelzi segítő szándékát, de legtöbbjüket a táncházi hangulat, koncertek, a közösség és az életre szóló élmények motiválják. Az érettségihez 50 óra közmunka kell, és ezért leigazolják nekem. Egyben ezért, másrészt sok helyre ingyen be tudok menni ezzel. És hát azt mondták, hogy jó a közösség is. Ugye az érettségihez mindenkinek kell mostanában az 50 óra önkéntes munka, és már az előző években is voltam önkéntes ezzel a csapattal, ugye az önkéntes órák munka miatt. És láttam, hogy ez mennyire jó buli, és már nagyon szeretem ezt a csapatot, és úgy érzem, hogy befogadtak, és már ezért is jövök, annak ellenére, hogy az órám száma már megvan. Közel 5 éve önkénteskedek. A jó hangulat miatt összekovácsolja az embereket, jó bulik vannak, szerintem megéri. Negyedik éve vagyok itt önkéntes a Csángó Fesztiválon, és már főleg a társaság miatt jövök, mert ugye a legjobb barátaim is jelentkeztek, valamint nagyon szeretem a táncházakat, és így, hogy mi is beállunk táncolni, így többiek is bátrabbak lesznek, és ez ilyen jó érzés. Maga a hangulat az, hogy itt lehetünk, nagyon jó mindig itt együtt lenni a többiekkel, az esti partik, a táncház, hiszen már 5 éve részt veszek benne, és még mindig nem tudom megunni. Mi az önkéntesek szerepe a Csángó Fesztiválon? De legfőképpen a szerepük az, hogy a mi munkánkat egy kicsit segítsék, hiszen azért elég nagy területen helyezkedik el maga a fesztivál, nagyon sok helyszínünk van, nagyon sok programunk van, és ezt mi összességében vagyunk kb. 10-15-en főszervezők, rendezők, akik nem valószínű, hogy egyszerre ennyi helyen ott tudnánk lenni, és az, hogy ennyire színes programokkal tudjunk kínálni a közönség felé, szükségük van rájuk, hogy ezeket a kis aprónak tűnő háttérmunkákat elvégezzék helyettünk, és segítsenek minket abban, hogy minél nagyobb és minél színesebb fesztivál tudjunk létrehozni. Az elvégzett munkát és a segítőkész hozzáállást minden évben a fesztivál utolsó napján a Viszontlátásra Jászberény gála műsorában köszönik meg az önkénteseknek. Jó szándékuk és önzetlen munkájuk elengedhetetlen fogaskereke a rendezvénynek.